Kedves nézőink, kérem hallgassanak meg egy közleményt. A Teuton Lovagrend Baby ételt juttatott el településünkre, melyet Pápaváros önkormányzata egyesített szociális intézményének családsegítés munkatársai osztanak szét a pápai lakcímmel rendelkező gyermekek részére. Korosztály szerint a 10 hónap és a 2 év közötti pápai gyermekek részesülhetnek az adományból. Az osztás időpontja május 13-a kedd 9 és 16 óra között, illetve a készlet erejéig. A helyszín Pápa Juhar utca 3, a volt városgazdálkodási vállalat telephelye. A ballagás a végzősök ünnepe. Egy nap, amikor mindenki rájuk figyel, őket köszöntik a családtagok, diáktársak, tanárok, sőt Pápán egy régi hagyománynak köszönhetően a város is. Május 1-én 6 pápai középiskola 635 diákjának utoljára szólt a csengő, búcsúztak az Alma Matertől, majd átvonultak a szabadtéri színpadra, ahol ezúttal is végzős diákok szerepeltek az ünnepi műsorban. 6 oktatási intézmény 27 osztályának 635 végzőse ballagott el az Alma Materből a 2013-14-es tanév végén. A Pápai Református Kollégium gimnáziumában és művészeti szakközépiskolájában a 3 osztály 67 ballagó diákjának bevonulásával kezdődött az ünnepség a templomban. Apostolné Barta Mária református lelkipásztor a 12. B osztály főnöke hirdetett igét. Tevékeny akarattal és kitartó imával minden cél megvalósítható, hangsúlyozta. A 12. B-s Kaufmann Zsófia zongora szólója után Gránásiné bácsi Tünde igazgató búcsúzott a ballagóktól. Az elmúlt évek erőfeszítései során néha nem értettétek, mi értelme volt azoknak. Mi értelme volt a sok tanulásnak, próbatételnek, kihívásnak. Még többet kell élni és tapasztalni, hogy felismerjétek az iskola, a műveltség, a helyes magatartás elsajátításának jelentőségét. Mert minden történésnek jónak és rossznak is oka és szerepe van. Ezek a dolgok összefüggnek, kölcsönösen erősíthetik, gyengíthetik egymást. Az eredmény a tudás, a tapasztalat, ami előre viszi sorsunk alakulását. A végzősök nevében Kerpel Fanni búcsúzott. Az évek során sokszor hallottuk a neveinkről, hogy a refi olyan, amilyen mi tesszük, amilyenek mi vagyunk. Így kezdte beszédét, melyben felidézte a refis hagyományokat, az iskolában töltött éveket, a programokat, versenyeket, az Alma Mater biztonságot adó kereteit. Az alsóbb évfolyamok nevében a 12. MS Knapec Kata búcsúzott, nem csak szavakkal, hanem egy szép népdallal is. El kell menni, ha esik is, bárha nehezen esik is. Nehezen esik a járás, tőled babám a megválás. A zászló átadás és a szalagkötés után adták át a refihez kötődő alapítványok díjait. A Tarci díjat Kerpel Fanni kapta, a Gáti alapítvány díját Szűcs Anikó és Miklós Csongor, a Vitéz Kovács Lajos díjat Csemba Ákos, a Bódis István díjat Borbé Dorottya, a Böröcki Szabolcs által alapított díjat Horváth Evelin, Böröcki Borbála és Varga Kristóf, a gyülekezettől pedig Böröcki Borbála vehetett át jutalmat. A díjazottak közül 3 végzős, Böröcki Borbála, Szűcs Anikó és Miklós Csongor kamaramuzsikája zárta a programot.
Tőr István gimnáziumban 3 osztály 92 ballagó diákja búcsúzott az intézménytől. Az emlékezés fontos. Ne felejtsd el soha. Így készült a szíved és sorsod kapuja. Gondolj vissza rán gondtalan szívvel. Egy csipetnyi honvágya visszalégedéssel. Csajon ez a szétágazás könnyed szemedbe. És vigyen csak tiszta szint ifjú szívedbe. A 12. as Tülk Barbara verse után az alsóbb évesek nevében Babot Adelin búcsúzott. Kedves végzős diákok! Nagyon fogtok hiányozni. Nem csak nekünk, iskolatársaidoknak, hanem tanáraidoknak is. Sajnáljuk, hogy elmentek, de ez az életrendje, felnőttetek. Mi, ballagtató osztályok lépünk a helyetekbe, megpróbálok hozzátok hasonlóan mi is helytállni. Emlékezzetek örökre, az itt eltöltött csodálatos évekre, a barátokra, tanáraidokra, és nem utolsó sorban a megszerzett tudásra is. Nemes Virág 12. G-s ballagó diák verse a Tűrről szólt. Még egyszer, utoljára nézem végig iskolán fogott a család, beszívva 1004-et és 1008-et. Nem állapodné már, mennem kell, már felnőtt életem. De amit itt kaptam, s tanultam, a soha nem felejtem. A végzős diákok nevében Takó Dalma 13. ás diák búcsúzott az iskolától és a diáktársaktól. A búcsú mindig fájdalmas és nehéz, ám ez a búcsú nem lényeges. Bármikor visszajöhetünk az iskolába, tanáraink örömmel fogadnak majd minket. Bár osztálytársainkkal nem találkozunk majd minden nap, hiszem, hogy az igaz barátságok az idő és a távolság ellenére is meg fognak maradni. Ezért ez a nap ne a szabadúságé legyen, hiszen nincs ott túl bánkulni. Gondoljunk inkább a szép emlékekre, a sok nevetésre, az osztálykirándulásokra, és zárjuk őket örökre a szívünkbe. Német Bálint zongorajátéka kísérte a szalagtűzést, majd a 12. G osztályfőnöke, Odásziné Pingicer Andrea búcsúzott a ballagó diákoktól. Az idő kérlelhetetlen, az idő megállíthatatlan, az idő visszafordíthatatlan. Ismét elérkezett hát a búcsúzás ideje. Fontos, kitüntetett pillanat a gimnáziumi életünknek, s persze tanítványaink életének is ez a mostani búcsú, a ballagás. Meg kell őriznünk ennek a mérföldkőnek, határvonalnak számító esemény hirtelen tovailanó szépségét, meghittségét, törékenységét. Ezért vagyunk most itt. Ünnepelni, örülni, a másik emberre figyelni. A Tűrösök Hodászíné Pingicer Andrea beszéde után indultak a városi ballagásra. A Petőfi Sándor gimnáziumban 3 osztályban 67 diák ballagott. Az alsóbb évfolyamos diákok nevében Nagy Franciska búcsúztatta a ballagókat. Az ember életében elkerülhetetlenül megjelennek olykor nagyon várt, és olykor kevésbé várt események. Ezek a pillanatok felejthetetlen állomások, emlékezetesek maradnak egész életünkben. Egy ilyen ünnepi esemény részesei vagyunk most. Kedves ballagók! Talán szorongás fog el benneteket, ha arra gondoltok, hogy eljött a búcsúzás ideje. Búcsúzás az iskolától, egymástól, a tanároktól, diáktársaitoktól, mindazoktól, akikkel együtt voltatok, együtt éltetek, tanultatok, dolgoztatok az itt eltöltött évek alatt. A gimnázium vegyes karának éneke után következett a zászló átadás és a szalagkötés, majd a ballagók nevében Mics Júlia búcsúzott. Utolsó. Ez a szó idén túl sokszor hangzott el. Az utolsó évnyitó, utolsó első nap, utolsó Petőfis karácsony, utolsó osztálykirándulás, utolsó iskolabálok, utolsó alumínium golyó csata az osztályban, utolsó nagy közös matekházi másolás, az utolsó láblógázás az emeleti korlátokon, utolsó feleletek a negyedik pun háborúról, utolsó felszólítás, hogy na most aztán vagy jól viselkedsz, vagy nyomás az első padba. Utolsó kampány a dolgozat elhalasztásáért, utolsó iskolai ünnepek,
utolsó nagy szünet, utolsó óra, az utolsó nap, és végül az utolsó hazaút a Barkerten keresztül. Ígéreteket teszünk, hogy soha nem felejtjük el egymást. Észben tartjuk a születésnapokat és névnapokat. Tartani fogjuk a kapcsolatot. Örökre barátok maradunk. Azonban érezzük, hogy ezek az ígéretek csak ezt a pillanatot hivatottak megkönnyíteni. A búcsú pillanatát. Ezek harcról és gyászról esélt, van egy út, és a holnap nem békét ígér, ez a föld, te könnyen. A végzős diákok énekkara után Madlené Csuti Anikó, a 12. A osztályfőnöke, az intézmény névadójának alakját is megidézte beszédében. Balagó diákjaink! Itt az én szememben most mit gyermekek álltok, akik ugyanazt a nagyszerűséget sugározzátok, mint amit Adi látott Petőfi alakjában. Petőfiében, akinek pápai életére vezethetők vissza a legnemesebb és legismertebb párosi diák hagyományai. Ő, mint hagyományteremtő ifjú, is bevéste nevét a pápaiak emlékezetébe azzal, hogy társaival a tanév végén megszervezték az örömünnepet, amelyen a pápai diákok a város nyilvánossága tehetségükről. Császár Dániel, Berghoffer Ramona, Takács Borbála és Tasnádi Zsuzsanna versmondása után az iskolai ünnepség zárásaként Lőrinc Luca, Tóth Gergely, valamint Holzinger Erik és Nagy Kristóf adták elő a Republik Együttes Kirúgjuk magunk alól a Földet című számát. A szabadtéri színpadon a városi ballagás a Tür gimnázium énekkarának dalával kezdődött. Majd az acsád is Varga Helga szavalt. A Petőfi Sándor gimnázium zenekara itt is színpadra lépett, a Republik Kirúgjuk magunk alól a Földet című dalával. Jeleket kell hagynunk, jeleket az iskolában, jeleket az életben, mondta Halász János, az Emberi Erőforrások Minisztériuma kultúráért felelős államtitkára ünnepi beszédében. A gimnázium befejezése után az élet már nem lesz állandó felelés, csak fél évente lesznek az egyetemeken a vizsgák, de helyt kell állni akkor is, ha nem a tábla előtt állunk. Aki azt hiszi, hogy egyszer és mindenkorra eldobhatja érettségi után azt a bizonyos krétát, az téved. Az élet folyamatos készenlét, tehát fontos, hogy ne veszítsük el a nyitottságunkat a világra. Ha kíváncsiak vagyunk a környezetünkre, ha kíváncsiak vagyunk embertársainkra, nem megy el mellettünk a nagybetűs élet, hanem velünk együtt fog változni a világ. Sőt, ha jól dolgozunk, mi magunk változtathatjuk meg a világot. A pápai főtér és főutca sarkán álló arany griffszálló tánctermében megfordult Kisfaludi Sándor és Petőfi is. Felújított tánctermében tükrök sokszorozzák meg a látványt. Amikor az ember érettségizik, olyan, mintha egy képzeletbeli tükörteremben állna, ahol minden irányból saját magával szembesül. Szembesül a tudásával, szembesül az elmúlt 4 évvel. Azt írja Nemes Nagy Ágnes a Fák című versében, hogy meg kell tanulni a sávot,
meg kell tanulni itt a fák kimondhatatlan tetteit. A fák, amelyet tanulnunk kell, a tudásfái. A fák kimondhatatlan tettei pedig a természetben lévő titkok, amelyeket leginkább az iskola padjából ismerhettünk meg. De mi lehet a versben lévő bizonyos sáv? Hívjuk az erkölcs vonalának, egy határnak, amit nem lépünk át. Egy iskolaváros ezeket a sávokat is megmutatja, megtanítja. Pápa a hagyományai okán és a jelen erejével is igazi iskolaváros. Így aztán a pápai diákok megismerték azokat a sávokat, amelyek ismeretében közelebb juthatnak céljaikhoz. Mindez elképzelhetetlen lenne pedagógusok nélkül, hiszen a tanár személye sok esetben fontosabb, mint maga a tananyag. Engedjék meg, hogy köszönetet mondjak a tantestületeknek önfeláldozó munkájukért. Követhetnélem, de a szív, már nem hagy. Elérhetnélem, de túl közel, s túl messze vagy. Petőfis, Somos Ambrus, Rúzsa Magdi dalát énekelte, majd a diákok nevében a mezős Amberger Dániel búcsúzott. A 9. osztálytól kezdve arra törekedtünk, hogy az érettségére felkészüljünk, vagy arra, hogy jó szakemberekké váljunk. Most, a nyári szünet előtt azonban komoly próbatétel előtt állunk. Tudásunkat be kell bizonyítani tanáraink előtt úgy, hogy végre felnőtt emberekként nézhessenek ránk. Azok az évek, amik már a hátunk mögött tudhatunk, tegnap még a jelenhez tartoztak, mára csak emlékek. Olyan emlékek, amik bizonyos osztályok, diákok számára már a gólyatáborban elkezdődtek. Lehet ez az esemény egy jól sikerült dolgozat, esetleg egy gyengébb felelet, egy új barát, s egyeseknek egy új szerelem. A középiskolában egy olyan erős közösségbe kerülhettünk, ami minket úgy összekovácsolt, hogy a semmiképp sem hasonlítható össze az általános iskola 8 évével, az akkori környezettel. Nyomon tudtuk követni mások sikerét, amelyeknek együtt tudtunk örülni. Vagy, ha valami rosszul sült el, akkor közösen próbáltuk jóvá tenni azt. Rohan tempóban múltak el a napok, hetek, hónapok. Hirtelen lettünk 18 évesek, és kerültünk a 12. osztályba, majd érkeztünk el a ballagás napjáig. Most már későn megállni, visszafordulni. Az érettség előtt állunk, meg kell mutatnunk a több éves tanulás eredményét. Össze kell szedni magunkat, nem bukhatunk el a célegyenesben. A vizsgákat tegyük le a legjobb tudásunk szerint. A pápai hagyományokhoz híven dr. Áldozó Tamás polgármester felnőtt pápai polgárokká fogadta a végzős tanulókat. Ezúttal Kálmán Klaudia, az Acsádi Szakképző Iskola, és Amberger Dániel, a pápai mezőgazdasági és élelmiszeripari szakképző iskola diákja vehette át a város címerével díszített láncot és emléklapot. Ballagó diáktársaink nevében köszönjük polgármester úrnak, hogy Pápa város felnőtt polgáraivá fogadott bennünket. Örömmel fogunk visszaemlékezni diákéveinkre, az iskolánkra, városunkra, ahonnan útra indultunk. Ígérjük, hogy pápai polgárhoz méltóan igyekszünk élni és tenni városunkért, valahányszor erre lehetőségünk nyílik. A Black Bunny Rock'n'Roll Club koreográfiája után a közgázos Kapcsándi Klaudia
Kont Zsuzsa dalával búcsúzott. Köszönöm, hogy tanítottál, köszönöm, hogy hozzám mindig türelmes voltál. Köszönöm, hogy segítettél, lehetetlen sosem kértél. Köszönöm, hogy megérezted, szükségem van rád. Ki tudja, nélküled hol lennék ma már? Talán jobb, ha el sem képzelem. Amit tőled megtanultam, nem felejtem el. A központi ballagás után a végzősöket a családi ünnepségek várták, azóta pedig már túljutottak három írásbeli vizsgán, megtették a beszédekben oly gyakran emlegetett első lépéseket a nagybetűs élet felé. Két évtizedre visszatekintő kapcsolat áll fenn a Tür gimnázium és a Schwetzingeni Hebel gimnázium között. Az együttműködés keretében a középiskolások évente találkoznak, felváltva Magyarországon, illetve Németországban. Idén a partnerváros diákjai érkeztek Pápára. Az egyhetes itt tartózkodás során a városi ballagást is megtekintették. Közel két évtizedes már a kapcsolat, amely a pápai Tür István gimnázium és a Schwetzingeni Hebel gimnázium között fennáll. Az együttműködés keretében diákcsoportok látogatnak el egymáshoz nyelvtanulás céljából, ugyanakkor a kapcsolatteremtés, az ismeretek bővítése is fontos szerepet játszik. A két iskola közötti kapcsolat is nagyon erős. A kollégák azt lehet mondani, hogy már személyesen is ismerik egymást. Nagyon sokat tesz hozzá a program megvalósulásához az ottani schwetzingeni programfelelős kollega, aki nagyon nagy lelkesedéssel és kitartással már évek óta szervezi ezt a programot, illetve szükséges hozzá mi iskolánk pedagógusainak a kitartása is, kitartó munkája is, hiszen ő nélkülük ez a program nagyon nehezen valósulna meg. Idén 15 diák, két pedagógus és az iskolaigazgató látogatott el Pápára a Schwetzingeni Hebel gimnáziumból. 5 napot töltöttek Magyarországon, ellátogattak Budapestre a parlamentbe, és kirándultak a Balatonhoz is. Wir waren im Parlament und wir haben dort eine Führung bekommen. Und dann sind wir auch noch durch Megnéztük a parlamentet, és voltunk a Budai Várban is. Haben auch viel, nagyon szép viel volt, sok mindent láttunk. Es war sehr schön, sehr groß. In der Stadt Papa hier. És mi tetszik itt Pápán? Gefällt dir? Ja, ich finde, es ist sehr schön hier. Ich finde, die Häuser sind alle alt, aber nicht, a házak, nicht, ezek a régi színes házak. So alt, sondern schön tetszene. Alt. Und es gefällt mir sehr gut hier. Emellett helyi programokon is részt vettek, fogadta a csoportot dr. Áldozó Tamás, pápa polgármestere, és megtekintették a ballagási ünnepséget a Tür gimnáziumban, valamint a városi rendezvényt a szabadtéri színpadon. Wir waren sehr beeindruckt von diesem Fest. Wir haben es als sehr ergreifend empfunden. Mély benyomást tett ránk az ünnepség, nagyon megindító volt. Schwetzingenben szintén elbúcsúznak a diákok a középiskolától, de nem ilyen módon. Aber es ist hier sehr viel feierlicher. Amit itt láttunk, az más, ünnepélyesebb, mint nálunk. Elismerésem az alsó évfolyamokon tanulók felé, amiért elkötelezetten és sokat tettek azért, hogy a végzősök számára szépé tegyék ezt az ünnepet. Schwetzingenben miként vesznek búcsút a középiskolások a gimnáziumtól? Wir haben nach dem Abitur, wenn alle Prüfungen vorbei sind, das ist der erste Unterschied. Nálunk az érettségi vizsgákat követően kerül sor erre, egy részben hivatalos esemény keretében. A diákok ekkor kapják meg a bizonyítványukat is, van, aki például jó tanulmányi eredményért jutalomban részesül a várostól, ezt a főpolgármester adja át, továbbá szponzorok felajánlásait kapják meg az eredményes diákok.
Ezt követően az iskolában van egy közös vacsora, amelyet szórakoztató program követ zenével és tánccal. Az egész délután 5 óra körül kezdődik és éjszakáig tart. Mit viel Musik und zu später Stunde wird dann auch getanzt. Akkor ez egy parti? Am Anfang nicht, kezdetben aber még nem, je später der végére Abend, igen. Umso mehr wird es eine große Party. Das ist richtig. A schwetzingeni diákok magyar családoknál laktak az itt tartózkodás ideje alatt. Beke Tamás és családja is vendégül látott egy schwetzingeni gimnazistát. Tegnap estét mivel töltöttétek? Meccset néztetek? Először pingpongoztunk egymással, 6 voltunk összesen. Próbáltuk úgy szervezni a programokat, hogy legyen magyar és német diák is együtt, és akkor így jobban tudunk beszélgetni, és akkor így volt a nemzetközi nyelv az angol most, és aztán meccset néztünk természetesen. A sportesemény, amelyre rákérdeztünk, a Bayern München Real Madrid labdarúgó bajnokok ligája elődöntő volt. A találkozó a németek számára nem hozott jó eredményt, a spanyolok lelépték a Bayernt. Beke Tamás egyébként német, olasz és angol nyelvet tanul, és megragad minden alkalmat, amely lehetőséget kínál arra, hogy bővítse nyelvtudását. Végül is mindenhol kell a nyelv, szerintem nem akarok ilyen fordító vagy ilyesmi lenni, csak inkább a mérnöki pálya vonz, de azért mindig használnom kell a nyelveket, akárhol is vagyok. A pápai és a schwetzingeni gimnázium közötti testvériskolai kapcsolat keretében évente felváltva utaznak egymáshoz a diákcsoportok. A következő tanévben a tűrősöket látják vendégül a német partnerváros középiskolásai. A közelgő Európa parlamenti választás kapcsán az MSZP helyi szervezete lakossági fórumot tartott. A rendezvényen elhangzott, a gyermekéhezés és gyermekszegénység megszüntetésére, az európai szintű minimálbér és minimálnyugdíj megteremtésére, a 25 év alatti fiatalok teljes foglalkoztatására és a női munka jobb megbecsülésére irányulnak a magyarországi szocialista képviselőjelöltek vállalásai. Az összejövetel vendége volt Gúr Roland és Brandt Müller László. Mindketten szerepelnek a Magyar Szocialista Párt Európa parlamenti képviselőjelöltjeinek listáján. Van tétje a szocialisták számára a május végi Európa parlamenti választásnak. A közvéleménykutatások ugyanis az európai választók baloldali irányultságát mutatják, és így az európai szocialista és szociáldemokrata pártok képviselői a legnagyobb létszámú frakciót alkothatják Brüsszelben, mondta a fórumon Gúr Roland, az MSZP Európa parlamenti képviselőjelöltje. Azt hiszem, nem kell azt magyarázni, miért fontos az, hogy minél több baloldali képviselő, minél több szocialista képviselő legyen ebben a frakcióban, hiszen a legnagyobb frakción keresztül érdemben tudjuk befolyásolni Európa irányát. Az elmúlt időszakban Európa egy jobboldali vezetés alatt állt, mind a tanácsban, mind a parlamentben, és hát a biztosokon keresztül a bizottságban is. Most módunkban áll az, hogy baloldali irányba fordítsuk Európát, és a megszorítások helyett egy valós munkahelyteremtésen alapuló Európát tudjunk megvalósítani. Mindennek szellemében a Magyar Szocialista Párt az Európa parlamenti kampány során milyen üzenetekre helyezi a hangsúlyt? 5 zászlós hajót szoktunk megfogalmazni, ami nyilván nem fedi le a teljes programot, de azon túl, hogy a munkahelyteremtés és a család kérdése központi elem, azt mondjuk, hogy európai minimálnyugdíjat, európai minimálbért kell bevezetni Magyarországon és Európában is, a 25 év alatti fiatalok tekintetében teljes foglalkoztatottságot kell elérni, egy számjegyűvé kell tenni Magyarországon is, mindenhol máshol Európában az alapvető élelmiszereknek az áfáját, illetve azt mondjuk, hogy azonos munkáért mindenkit azonos bér illet meg, legyen nő vagy legyen férfi. Nem csak a vállalásokat illetően, hanem azok megvalósítására is vannak elképzeléseik, mondta a pápavárosi televíziónak Gúr Roland. Hozzányúlnának az adózási rendszerhez, mivel az offshore cégeken keresztül rengeteg pénz áramlik ki a tagországokból. Az adóreformból befolyó összeget a munkahelyteremtésbe forgatnák vissza, a 25 év alattiak teljes foglalkoztatására pedig megfogalmazták az Európai Ifjúsági Garancia Programot.
Az Európai Szocialisták Pártja a Magyar Szocialista Párttal együttműködésben most már évek óta az Európai Ifjúsági Garancia Program elfogadtatásán dolgozik. Ezt most már a jobb oldal is támogatja, szavakban a magyar jobb oldal is. Sajnos a nemzeti program elfogadása, illetve a magyarországi bevezetése, ez késlekedik. Van egy nagy probléma viszont ebben a programban. Ugyan a jobb oldal elfogadta, hogy nekünk ebben igazunk van, és a szavazatát is adta hozzá, hogy ez megvalósuljon, viszont nem rendelt hozzá valós költségvetési forrásokat. Ez most az elkövetkező 7 évben Magyarországon jelent 15 milliárd forintot, amiből úgy gondolja a jobboldal, hogy meg lehet oldani a 25 év alatti fiataloknak a problémáit, nehézségeit. Ez nyilvánvalóan nem elegendő. A baloldali szocialisták és demokraták frakciójának azon kell dolgozni a következő ciklusban, hogy valós költségvetési források legyenek ehhez a programhoz hozzárendelve. Ez nem egy illúzió. Ugye a program azt mondja, hogy 4 hónapon belül valamennyi 25 év alatti fiatal munkahelyhez, szakmai képzéshez vagy gyakorlati lehetőséghez jusson, amennyiben befejezte a tanulmányait, vagy pedig elvesztette a munkahelyét. Ez Ausztriában vagy Finnországban példaszerűen működik, azaz megvalósítható, ha emellé a magyar kormány is mellé állna, illetve az Európai Unión keresztül mi forrásokat tudunk biztosítani, akkor ez a kérdés kezelhető lenne, és egy olyan országot tudnánk teremteni, ahol a fiatalok nem azon gondolkodnak, hogy el kell hagyniuk ezt az országot, hanem családalapításban lehet gondolkodni, és valós értékteremtő munkát lehet végezni. A munkahelyteremtés az európai szocialisták válasza a 2008-ban bekövetkezett gazdasági pénzügyi válság nyomán fellépő társadalmi-szociális krízisre is. A mi megoldásunk gyökeresen különbözik ebben a kérdésben, mind az európai jobboldal, mind a Fidesz megoldási módjától. A Fidesz ezt a megszorítás politikájával kívánja kezelni, és az európai jobboldal is. Mi pedig azt gondoljuk, hogy nem a megszorítás a megoldás, hanem a munkahelyteremtés. A munkahelyteremtés az, ami mindent garantálni tud. A munkahelyteremtés tudja garantálni azt, hogy gazdasági növekedés legyen, a munkahelyteremtés tudja azt garantálni, hogy a fiataloknak ne kelljen elhagyniuk az országukat, a munkahelyteremtés tudja azt garantálni, hogy a családok egyben maradhassanak. Tehát egy szó mint száz, a munkahelyteremtés az, ami rengeteg problémára megoldást tud biztosítani. Nyilván ez az oka annak is, hogy például a fiatalok körében az Európai Ifjúsági Garancia Programot egy zászlós hajónak tekintjük, egy olyan programnak, aminek a révén a fiataloknak tudunk lehetőséget adni, és hát ugyanígy meg kell oldani a középkorúak és az idősebb korosztálynak is a munkahelyel kapcsolatos nehézségeit. Valamennyi magyarországi Európa parlamenti képviselő feladata a nemzeti érdekképviselet, fogalmazott Gúr Roland. A szocialisták fontosnak tartják azt is, hogy legyen nemzeti konszenzus az alapelemekben, amelyeket tekintve mindenképpen közösen lépnek fel. A baloldal emellett az együttműködő kommunikációt tartja célra vezetőnek. Magyarország minden pártjának a nemzeti érdekképviselet mellett kell kiállni. A Magyar Szocialista Párt mindig emellett állt ki. Van egy nagy különbség a Fidesz és köztünk. Mi viszont azt mondjuk a Fidesszel szemben, hogy nem szabadságharcot kell folytatni, hanem értelmes vitákat. Nemzeti érdeket akkor tudunk képviselni, ha ehhez partnereink vannak. Ha mindenkivel összeveszünk, ha mindenkivel vitákat generálunk, akkor nem fogjuk tudni elérni azt, ami a magyar embereknek fontos. Ez nem meghugyászkodás jelent, ez nem azt jelenti, hogy mi eladnánk a lelkünket, ez azt jelenti, hogy mi tudjuk érvényesíteni ezt a nemzeti érdeket, mert mi át tudjuk vinni azt, ami a magyar embereknek fontos. Lényege tehát abban van, hogy nem összeveszni kell a partnereinkkel, hanem valós érdekegyeztetés, valós tárgyalásokat kell velük folytatni. Ha megnézzük az elmúlt időszakot, Orbán Viktor és kormánya nem sok országba tudott eljutni magas szintű nemzetközi tárgyalásokat folytatni, és hazánkba is kevesen látogattak e célból. Tehát látjuk, hogy nem sikerült a nemzeti érdekek hatékony képviselete. Na, mi ezen szeretnénk változtatni, ez egyértelműen nem kampányüzenet, ez a mi hitvallásunk. Mindemellett említette a keleti partnerséget. Azt gondolom, hogy ebben van egy konszenzus, igen. Az, hogy a szomszédainkban élő, és nem csak a magyar diaszpórára gondolok, nem csak a külhoni magyarokra gondolok, hanem a szomszédunkban élő más országok állampolgáraival legyen egy normalizált, rendezett kapcsolatunk, ez valamennyiünk érdeke. Az, hogy Ukrajnának a felzárkóztatását segítsük, ez szintén valamennyiünk érdeke. Talán itt egy kilengés azért a Fidesz részéről az elmúlt időszakban megjelent, amikor a paksi atomerőmű bővítése kapcsán úgy kötött szerződést az orosz partnerrel, hogy erről senkivel nem folytatott előzetes egyeztetés. Nyilván ez a keleti partnerség tekintetében nem biztos, hogy jó irányba vitte a folyamatokat, de
Ez részben ettől független, mert azt gondolom, hogy egyébként a keleti partnerségben volt egy, és van egy konszenzus a pártok között. A család, az pedig, ahogy említettem, a család az egy alapegysége természetesen a társadalomnak, ahogy az individuumok is alapegységei. Mi egyiket sem hagyjuk háttérbe szorítani, mi senkit nem hagyunk kirekeszteni, és nem tudjuk azt soha elfogadni, hogy bárki bármi alapján kategorizáljon, de az természetes, hogy a családokat valamilyen formában nekünk is képviselnünk kell, mégpedig minél hangsúlyosabban, hiszen ez a nemzeti érdek. A szocialisták Európa parlamenti választási kampányának mottója biztonságban Európában. Ez egyaránt jelenti a gazdasági, politikai biztonságot és az európai értékeken alapuló életet. Gúr Roland és Brandt Müller László, az MSZP két Európa parlamenti képviselőjelöltje a lakossági fórumon hangsúlyozta az Európai Uniós tagság előnyeit, és szóltak arról, hogy éppen 10 éve, 2004. május 1-én csatlakozott Magyarország az EU-hoz. Látogató központtal gazdagodik a Pápai Evangélikus Egyházközség. A templom udvarban tavaly kezdődtek meg a munkálatok, és most már csak a bútorzat hiányzik az épületből, melyet dr. Áldozó Tamás polgármester és Ungár Tamás alpolgármester is megtekintett. A beruházás egy közép-dunántúli evangélikus reformációi emlékút projekt részeként valósul meg. Az evangélikus értékek feltárása, összegyűjtése, honlap készítése, emlékutak kijelölése, festése, valamint a pápai turisztikai központ. Többek között ezek valósulnak meg a 280 milliós pályázatnak köszönhetően. Ez a fejlesztés ugye itt Pápán egy helyi turisztikai központot jelent, de a régióban nagy velegen szálláshely, a településeket, az evangélikus érintettségi településeket pedig egy túraútvonal köti össze, ennek az összes marketing részével, a túraútvonalak festésével, tehát hogy ezt jelenti az egész projekt, és a Magyarországi Evangélikus Egyház önerővel támogatta a megvalósulást. A pápai központ kiinduló helye és végállomása is a kiépítésre váró közép-dunántúli evangélikus emlékútnak. Több oka is volt annak, hogy ez a beruházás épp itt valósult meg. Itt a környékben, a régióban Pápa az egyik evangélikus fellegvár, hogyha szabad ezt mondani. Tehát, hogy a pápai járásban található a megye evangélikusainak a fele. Egyrészt ezért, másrészt azt gondolom, hogy a templom épülete, illetve ez a műemléki környezet önmagáért beszél, szervesen illeszkedik Pápa egyéb turisztikai látnivalóihoz. Tehát, hogy egyrészt a túraútvonal kiinduló fogadópontjaként is, de a városon belül is az egyéb turisztikai látványosságok közé is nagyon jól beleillik, tehát hogy ezért Pápára esett a választás. Közel 20 millió forintos a pápai beruházás. Ennek keretében megszépült a templomudvar, és elkészült az épület, melyből már csak a berendezés hiányzik. Műemlékvédelem mind a templomtól, a Széchenyi utca 15 és a Gyurács Ferenc utca 1 szám alatti épülettől jól elkülönülő modern épületet kívánt attól a tervezőtől, aki ezt papírra vetette, és ennek kapcsán hát ez a fajta tervezési program, amely kialakult, abban figyelembe vették, hogy az ide látogatóknak elengedhetetlenül szükséges valamit bemutatni. Maga a tér, a belső tér adja, hisz látjuk, hogy ez nem csupán csak lapos tetős épület, hanem egy tetőkert van felette. Ez majd még ezután kerül kialakításra, hisz az elmúlt héten történt meg a parkosítás, és reménység szerint, ahogy jobb idő lesz, ez meg fog történni. Ugyanúgy vizes blokkokkal van ellátva, de gondolunk arra, hogy le tudunk ültetni majd a berendezések szállítása ezután történik, székek, asztalok, vagy éppenséggel hűsítővel az ember a ide látogató vendégeket, vagy miről maga Kocsis István úr is beszélt az előzőekben, egy olyan internetes felület, ahol a Magyarországi Evangélikus Egyházról több információt tudunk internet kapcsán közölni, de e tekintetben azt gondolom, hogy nem csupán csak az ide látogatók számára jelent egy érdekességet ez, hanem a
jelen élő gyülekezet számára tudniillik itt hétköznapi alkalmakat, mind a Gyurác Ferenc kör, mind a Borra Katalin asszony kör, az ifjúság, a konfirmáció, a presbiterülések, vagy éppenséggel szüli értekezetek számára adja magát a tér, és szeretnénk mi is kihasználni. A látogatóközpontot hasznos tartalommal töltik meg, a régi dokumentumok, tárgyak mellett kiállításokat is tervez az evangélikus egyház község. A Pápaváros 800 éves évfordulójára készülve mi a Pápai Evangélikus Egyházközség Gyurác Ferenc életét, szolgálatát, mint püspök szolgálatát szeretnénk bemutatni. És ez a kiállítás egy időszakos kiállítás lenne, amely itt Pápán kerülne szeptember 10-től december végéig bemutatásra, és valahol ezt szeretnénk majd az egyház kerületen belül is, akár egy közgyűlés, akár egy jövőre tartandó egyházmegyei nap kapcsán bemutatni, de azt gondolom, hogy maga a tér az mindig nyitott arra, és mi, akik ebben a programban alakítók vagyunk, és valahol alanyként szerepelünk benne arra, hogy időszaki kiállításokat is kialakítsunk, és aztán, hogy most idén a Magyarország Evangélikus Egyház életén belül van egy olyan év, hogy reformációs kultúra, jövőre reformációs iskola, minden bizonnyal lesz ennek egy ilyen forgórendszere. Most például, amikor a Gyurác Ferenc kiállításra készülünk, a Magyarország Evangélikus Egyház országos múzeumának igazgatójával, dr. Harmati Bélával konzultálunk, művészettörténészekkel, hogy ezt nagyon igényesen és tartalmasan a nagy nyilvánosság elé tárjuk. A központot megtekintette dr. Áldozó Tamás polgármester és Unger Tamás alpolgármester is. Elismerően szóltak a luteránus sziget fejlődéséről és az új beruházásról is. A városban nagyon sok olyan érték van, amiről még a tájékozottabb pápaiaknak sem nagyon van információja, hiszen ezek olyan értékek, dokumentumok, könyvek, hagyományok, épületrészletek, amiket 1945 után inkább elzártak a nyilvánosság elől, és most ezekben az évtizedekben nyílik meg arra a lehetőségünk, hogy mi ezeket a kicsit elfeledett pápai kincseket kibontogassuk, és ugye ezeknek az értékeknek egy jelentős része a pápai felekezetek birtokában, kezelésében van, és nyilván nem érdemes összevetni ebből a szempontból a katolikus, a református, meg az evangélikus hagyományt, legalábbis a méretét tekintve, hiszen eltérő nagyságú közösségekről van szó, de az értékek mindenféleképpen egyformán fontosak nekünk, és itt azt látjuk, hogy a város egyik legrégebbi felekezetének a birtokában is nagyon sok minden olyan bemutatni való dolog van, ami biztos vagyok abban, hogy fel fogja kelteni a pápáról látogatók érdeklődését, és ami legalább ilyen fontos, a pápaiak érdeklődését is. A látogatóközpont a tervek szerint ősszel nyit majd. március eleje óta dolgozik a pápai rendőrkapitányság állományában Szentpéteri István, és ez év március 1-től kinevezett baleset helyszínelőként tevékenykedik. A fiatal rendőr már több alkalommal indult rendőrszakmai versenyeken. Az idei rendőrnap kapcsán megrendezett 4. országos szakmai közlekedésrendészeti versenyen pedig első helyezést ért el a gépkocsizó járőr kategóriában. Szentpéteri István 2009-ben szerelt fel, dolgozott Balatonfüreden, Ajkán, majd kérésére pápára szülővárosába helyezték. A fiatal törzsőrmester elvégezte a baleset helyszínelő szaktan folyamot, ebben a beosztásban dolgozik jelenleg a pápai kapitányságom. A közlekedés rendészeti szakmai versenyen 5. alkalommal indult idén, és ezúttal ott lehetett az országos döntőgyőztesei között. A verseny ezúttal is a megyei fordulóval indult, melyről első helyezettként jutott be a Veszprém megyei háromfős csapatba. Szakmai elméleti tesztet, kifejezetten rendőröknek szóló kresztesztet, tehát nem egy egyszerű A, B, C vagy D kategóriás tesztet, hanem ezek együttesen képezik a kresztesztet, abból is azért a csavart nehezebb kérdésekkel vannak teletűzdelve ezek a tesztek, illetve a szakmai tesztek, amit egyébként minden nap az utcán használunk, jogszabályok, különböző intézkedésekre, megoldások, komoly
felkészülést igényelnek azért, hogyha valaki az életben nem alkalmazza minden egyes jogszabályt, akkor komoly felkészülés szükséges ahhoz, hogy ott helyt lehessen állni. Istvánnak ez sikerült, így a budapesti országos döntőn folytatta a megmérettetést. Ugyanúgy, mint a megyein, kereszttesztet kellett ott is, amit a közlekedési hatóság állított össze, valamint ugyanúgy közlekedésrendészeti szakmai tesztet, ahol a diplomatáktól kezdve a külföldi rendszámokkal kapcsolatban mindenféle kérdés előfordult. A megyei csapat, jó magam, Farkas Gábor, illetve a Bújpál Tamás, hárman egy csapatot alkotva a legjobb elméleti teszteredményt értük el az országba. Ezen felül nekem ugye sikerült a gépkocsizó járőr kategóriába megnyerni a versenyt, illetve a Farkas Gábor kolléga karosforgalom irányításban második lett. A gépkocsizó járőr kategória gyakorlati feladata egy különlegesen nehéz tesztpálya teljesítése volt, amit elmesélni sem volt könnyű, hát még végigcsinálni. Időmérő rendszer mérte az időt, tehát az autóból kiszállva, az autóból nagyjából 10 méteres távolságra állva kellett megkezdeni a versenyt, odafutni az autóhoz, természetesen bekapcsolni a biztonsági övet, elindulni. Hát először ilyen sávváltásos gyakorlatok voltak, majd egy szűk, S-kanyaros feladat rengeteg bójával, az autó szélességéhez képest egy 20-30 centivel szélesebb volt ez a folyosó, ezen áthaladni, majd az autó forduló körénél szerintem egy fél méterrel nagyobb átmérői körbe megfordulni, lehetőleg egy íven, mert úgy a leggyorsabb. Ezt követően orral beállni, tehát egy parkoló helyet szimuláltak, viszont a parkolás végén egy oszlop tetején lévő teniszlabdát le kellett lökni, úgy, hogy az oszlop ne dőljön el. Amikor leesett a labda, akkor az autóból ki kellett szállni, átfutni egy másik szolgálati járműbe, azzal beállítani az ülést, a tükröket, egy tolatást végrehajtani, egy hátramenetet. Ez egy Skoda Yeti típusú autó volt, aminek úgy a terep adottságait akarták a versenyszervezői ott kihasználni, egy rámpán különböző akadályokon hepehupán hátrafele menett, és megállni, majd amikor végeztünk a feladattal, tehát adott helyen megállni, végeztünk a feladattal, akkor a Yetiből kiszállni, visszafutni az Astrához, az Astrával onnantól kezdve tolatva bemenni egy karámba, ahonnan ránk volt bízva, hogy hogyan tolatva mentünk, betolatva kellett kijönni, aztán visszatolatni ugyanúgy a karámba, miután kijöttünk, ott ezt a teniszlabdás feladatot ugyanúgy megoldani hátramenetbe, onnan kifele jövet, még megjegyezni is nehéz volt, kifele jövet ezt a fordulókörös feladatot ellentétes irányba ismét megcsinálni, tehát jobbra, utána teniszlabdás feladat ismét orral megállni, és amikor leesett a teniszlabda, akkor megkülönböztető fény és hangjelzést egyszerre felkapcsolni, egy párhuzamos parkolás patka mellé, ahol szintén teniszlabdát lökni, amikor leesett a labda, akkor fény le, és egy jávorszarvas tesztnek hívott feladat volt az utolsó. Úgy tudnám a legjobban érzékeltetni, mintha a hétköznapi közlekedésünk során kigurulna egy labda, vagy kifutna valaki az útra, akár egy állat, akár egy ember, és hogy őt hirtelen kikerülve, majd visszatérve a saját sávunkba, egy ilyen hirtelen manővert kellett végrehajtani. A végén ismételten teniszlabdás feladat, és amikor megvolt, akkor kiszállni a kocsiból, és visszafutni a kiindulási helyzetbe a kis időmérő kapunk keresztül. Íme két olyan feladat, amelyhez hasonlóta a versenyen is meg kellett oldani. A tesztpályán nem csak a gyorsaság, hanem a hibátlan feladat megoldás is számított, és Szentpéteri Istvánnak ez olyan jól sikerült, hogy összesítettben az ország legjobbjaként fejezte be a versenyt. Így utólag, hogy sikerült ilyen szép eredményt elérni, jól éreztem magam a versenyen, azért komoly nyomás volt a megyei csapaton, hiszen az előző években, az előző három versenyen két első helyezést, illetve egy második helyezést hozott el a Veszprém megyei csapat. A törzsőrmester, mint mondta, kisgyermekkora óta kedveli az autókat és érdeklődik a közlekedés iránt, ezért is tanulta ki a baleset helyszínelő szakterületet.
A pápai kapitányságon persze szerencsére nem csak ez a feladata. Igazából ugyanúgy járőrözik egy baleset helyszín elő is a város területén, hol egyedül, hol társal, attól függ, hogy éppen az állomány mennyire engedi, hogy a helyszín elő mellé járőrtárs kerüljön. Járjuk az utcát, ugyanúgy eljárunk minden egyes esetben, amikor más rendőr is megtenné, viszont ha közlekedési baleset történik, akkor oda vonulunk, és annak a helyszínén végezzük a különböző tevékenységeket, majd vonulunk be a kapitányság épületébe is az azzal kapcsolatos írásos tevékenységet. Baleset helyszínelőként számos helyszíni vizsgálatot kell elvégeznie, amik a későbbiek során segítik a rendőri eljárást. Nyomokat rögzíteni, adatokat rögzíteni, igazából a baleset bekövetkeztének teljes körülményeit ott kinn a helyszínen fel kell tárni, meg kell vizsgálni, azokat megfelelően rögzíteni, hogy az a későbbi eljárások folyamán fel lehessen használni. Az országos szakmai közlekedés rendészeti versenyen elért kiemelkedően jó eredményéhez a kapitányság vezetője és közvetlen felettesei is gratuláltak a fiatal rendőrnek. Éfjabb dr. Herman István volt a vendége a Gyurács Ferenc gondolkodókör áprilisi összejövetelének. A Veszprém megyei levéltár igazgatója beszélt pápai gyermek és fiatalkoráról, arról, hogy kedvenc tantárgya mindig a történelem volt, és ez meghatározó volt számára a pályaválasztáskor is, és arról is, hogy hogyan működik, milyen feladatokat lát el a levéltár. Herman István bár előadásában elsősorban a levéltári munkáról szólt, kedves közvetlenséggel beszélt gyermekkoráról, szülővárosáról és családi indítatásáról is. Pápán születtem, és egy jó 100 éve pápára költözött családból származom, Felsővárosban éltem, és ide jártam iskolába, a belvárosba, a mostani belvárosi, akkor az Alkalmáti Általános Iskolába, majd a Református kollégiumban érettségiztem. Innen kerültem el egyetemre Budapestre, és ha nem is pápára, de ide a környékbe, Veszprémbe tértem vissza dolgozni. Dr. Herman István történelem, régészet és latin szakon végzett, de a refinek köszönheti feleségét, akivel s három lányukkal Tótvázsonyban élnek. Már általános iskolás koromban történelemmel a múlttal szerettem volna foglalkozni. Ebben elsődlegesen édesapámnak, illetve később a történelem tanáraimnak volt szerepe. Mennyire meghatározó a család, és mennyire az iskola abban ön szerint, hogy merre irányul egy gyermek? Hát én elsősorban a családra teszem a voksomat le. Akár a saját példámat említem, de akár hogyha még a feleségem példáját említem, aki egy kis neve nincs, és elég úgymond rossz iskolából származott, a rossz iskolába járt, általános iskolába, ugyanakkor értelmiségi családból származva, értelmiségi pályát választva, ő is testvére is ilyen életutat futnak be. Herman István gyermekeivel is igyekszik megszeretetni a történelmet. Sokat kell mesélni nekik, és hát nyilván a mesék egy része az királyokról szól, királylányokról szól, és akkor már is egy kicsit közelebb hoztuk hozzájuk ezt a világot, és jöhetnek aztán ezeknek az emlékei, a várak, kastélyok, festmények. A történelem szeretete mellett egy véletlennek köszönhető, hogy levéltáros lett, mondta Herman István. Én alapvetően történész kutató pályát képzeltem el magam előtt, aztán kaptam egy megkeresést Veszprémből, ami egybeesett azzal az időszakkal, amikor eldöntöttem, hogy nem szeretnék Budapesten maradni. Az érsekségről hívtak meg, hogy álljak be az érseki levéltár állományába, szolgálatába. És hát így indult el ez a levéltárosi pályafutás, ami azóta tart. Első kötete 1996-ban jelent meg. Ez a pápai temetők történetét dolgozza fel. Azóta szinte minden évre jutott egy-egy publikáció. Ez a történész létnek a lényege. Tehát máshol egy történész, hanem a saját maga örömére kutat kizárólag, tehát csak azért, hogy ő élvezze, hogy feltárhatja a múlt egy-egy szeletét, akkor nyilván ezeket előadásokban, tanulmányokban, kötetekben publikálja, hogy mások is örülhessenek ezeknek az eredményeknek. Én elsősorban kora újkor, késő középkor időszakával, tehát a 15. századtól
kezdődően mondjuk a 18. századi terjedő időszakkal foglalkoztam, vagy inkább mondtam, hogy ezekbe kalandoztam, és részben pápa története, részben pedig egyháztörténet, elsősorban katolikus egyháztörténet volt az, amivel foglalkoztam. Említette már, hogy melyik korszak az, amiben ön kalandozott, de miért épp ez, vagy mi az, amitől megragad mondjuk egy történészt egy-egy kor? Hát erre nagyon nehéz válaszolni, ez valószínűleg az egyéni érdeklődéstől, családi indítatástól, a forrásoktól, amik a kezébe kerülnek, ettől függ. Minden korszak egyformán szép és érdekes, tehát hogyha az ember belemélyedne mondjuk a 20. század időszakába, valószínűleg ott is ugyanezeket az izgalmakat megtalálná, amik lázba hozhatják. Nekem valahogy ez a régebbi időszak, és itt biztos, hogy elválasztottam a családi háttér, hiszen édesapám is ezzel az időszakkal szeretett foglalkozni, vagy szeret foglalkozni. Herman István 2011-ben írta doktori disszertációját a Veszprémi Katolikus Egyházmegye igazgatásáról. Jelenleg ezen munka publikációján dolgozik.